A karcagi elemi iskolai oktatás története több mint fél ezer évre nyúlik vissza. Az egykori náttetős oktatási intézmény helyén 1813-ban kezdte a helyi református közösség annak az iskolának a felépítését, amely 1817-re készült el. A maga korában modernnek számító iskola épületet 1996-ban kapta vissza a tulajdonos, a karcagi református egyházközség. Ebben az esztendőben, tehát az újraindítás 28. tanévében 520 tanulónak és 40 munkatársnak második otthona az intézmény, aminek központi épülete került bővítésre. Most gondolatban ugorjunk vissza 6 évet, mert az iskola bővítés története 2017-ben indult. Ekkor értesültünk arról, hogy Magyarország kormánya által kiírt pályázaton nyert iskolánk, a karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda több mint 500 millió forint támogatást, egy új tornacsarnok és egy épületszár megépítésére a Calvin út 5 szám alatt található telephelyen. A közbejött pandémia és a megváltozott külső körülmények miatt az itt látható jelenlegi projekt valósulhatott meg. Milyen intézményi fejlesztés készült el a mai napra? Megépült az iskola udvar déli oldalán egy új épületszár, amiben tanulói és tanári vizes blokkok, tornatermi öltözők, szertár és egy információ és médiatudományi szaktanterem várja a diákokat. Az akkor Csengős iskolának hívott épületben kizárólag fiúk tanulhattak. Az egyházi iskolák államosítása után a 90-es évek közepén került újra a reformátusok fenntartásába az iskola, amely idén kezdte újraindításának 28. tanévét. Egyre komolyabb forrásokból gazdálkodhatnak a fenntartók, és egyre magasabb minőségű szolgáltatásokkal és egyre magasabb minőségű képzéssel várják a gyermekeket, ami azért is nagyon fontos, mert nekünk nincs más esélyünk, mint hogy tudást szerezzünk. A térségnek az adottságai is, és azok a távolságok, amik elválasztanak bennünket, akár a fővárostól, akár Európa szívétől, akár a nagyvilágtól, ezek arra köteleznek, hogy tanuljunk. Akár élethosszon át, és ne elégedjünk meg azzal, amit pusztán csak kínál az iskola, hanem mindig éljünk a többlet tudás lehetőségével. És ezt nyújtják az egyházi iskolák. Ezt nyújtja a karcagi református közösségnek is a Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda, amely immár gyermeknevelési és köznevelési és szakmai képzési feladatokat is ellát, ezzel öregbítve nem csak az itt tanuló diákoknak a jó hírnevét, hanem a városét, a térségét és az egész vármegyét. Gratulálok a fejlesztéshez, ami által a minőségi képzésnek, a minőségi oktatásnak, a gyermekek minőségi itt töltött idejének most már szinte semmilyen akadálya nincs. Bízom abban, hogy a további fejlesztésekre is meg lesz a fenntartónak a lehetősége, és ez a békében való építkezés, Magyarország kormánya által a források biztosítása, képviselő úrnak a lobby ereje és a városnak az egyetértése mindig segíteni fogja a református közösséget és az egyházi intézményeket abban, hogy megfelelő minőségű képzéssel várják a gyermekeket, hiszen, ahogy mondtam, ez adja számunkra a versenyelőnyt, hogy a tudást soha nem fogják tudni elvenni tőlünk, és a tudáshoz itt ilyen gyönyörű szépen felkészített intézményekben férhetnek hozzá a gyermekeink. Az új épület szárny 500 millió forintos megépítése mellett az iskola 60 millió forintot fordíthatott eszközbeszerzésre, így a 70-es évekbeli állapotokra most már rá sem lehet ismerni. Én is ebbe az iskolába jártam, édesapám is ebbe az iskolába járt,
és a fiaim is ebbe az iskolába járnak, és folyamatosan látjuk a változást. És látjuk az új épületrészt, ami raktár és fás és szenes kamrák helyén épült, és csodálatos. Látjuk a rekordtámpáját, ami szintén a kor, a 21. század kihívásainak felel meg. És más volt és hatalmas a kettős terem, mert már akkor is volt kettős terem, és amikor elhúzták az elválasztó falat, akkor ez egy hatalmas nagy konferencia csarnoknak tűnt abba az időbe. És változott minden, változik nagyon sok minden. Egy dolog nem változik, mint ahogy abba az időben én, úgy a mai gyermekek sem szeretik a hosszú köszöntő beszédeket. Ezért én kívánom azt, hogy érezzétek jól magatokat ebbe az iskolába, abba az iskolába, amelyben hosszú karcagi generációk koptatták a padokat, szívták magukba a tudást, és érezzétek jól magatokat, amennyire egy diák az iskolába jól tudja magát érezni. Mindenkinek sok sikert, jó tanulást, és kívánom azt, hogy öregbítsétek ezen öreg iskolánk öreg hírnevét, mert hajdani igazgatónk Pánti Ildikó mindig ezzel kezdte az óránk elején. Az új épületrészben kialakítottak szociális helyiségeket, szertárt, valamint egy multimédiás oktatótermet is. Hogyha hiszünk valamiben, és megvan a reménységünk, a kicsiny építőkövek egészé állhatnak össze. Mert tudták, hogy aki iskolát épít, az a jövőt építi. Mert amikor tégla téglára kerül, az érték megsokszorozódik. Aki iskolát épít, az a jövőbe vetett hittel cselekszik. Így készült el tehát 1813-tól a Nagykun református iskola épülete a mai épülete. 210 év nagy idő, de elődeink jól gondolkodtak. Olyan épületet emeltek, amely ma is, természetesen sok-sok belső átalakítás után, a város oktatásának egyik legjelentősebb helyszíne. Tisztelt jelenlévők, minden település életében nagy ünnep az, ha egy iskola elkészül. Hiszen ez egyben jelenti a város fejlődését, gyarapodását, szolgálja az itt élők, az intézményben dolgozók, a pedagógusok, szülők, tanulók, a családok érdekeit is. Az elmúlt évek, ahogyan ezt már ebben az évben többször is volt szerencsém elmondani, az oktatási nevelési intézmények megújulásának évei karcagon. Az új épület szárnyal bővített Nagykun református iskola ma 520 diák és 40 pedagógus második otthona.